A szívünk fölé kitűzött kokárda 168 éve ugyanazt jelképezi, a szabadság, a függetlenség, a polgárosodás iránti vágyat, hangsúlyozta Áder János köztársasági elnök a Kossuth és Széchenyi díjak, valamint a Magyar Érdemrend átadásakor. Az elismeréseket a kivételesen magas színvonalú, példaértékű munkásságért ítélik oda. A világon semmiféle tehetség el nem vész. A hagyományokhoz híven idén is az Országház kupola termében adták át a Kossuth és Széchenyi díjakat, valamint a Magyar Érdemrendet. A díjátadón Áder János államfő hangsúlyozta, az 1990-es rendszerváltó nemzedék bátran választhatta volna iránytűnek Jókai Mór mondatát, miszerint Magyarországot megalkotni jöttünk. Hogy a mai Magyarország kevéssé hasonlít 90 előtti önmagára, az a ma kitüntetett tudósoknak, orvosoknak, egyetemi tanároknak, művészeknek, a lelkünk nyugalma felett örködőknek, a közintézményekben tevékenykedőknek, a gazdasági élet vezetőinek is köszönhető. Elsőként a Kossuth díjakat adományozták oda. A végtelen büszkeséggel telt el, hogy én ennek részese lehetek, de azt meg kell mondanom, hogy ezt nem egyedül értem el, ebben benne vannak a tanáraim, a mindenkori zenész kollégáim, a családom, a szüleim, és nem utolsó sorban a barátom, szerzőtársam Horváth Attila. Kossuth díjat vehetett át a Saul fia című film rendezője, forgatókönyvírója, valamint az operatőre és színművésze is. Fontos állami elismerés az ország részéről, hogy ez a film fontos, és reméljük, hogy emiatt ennek köszönhetően többen fogják megnézni a filmet, illetve hogy beszélni fogunk olyan dolgokról, amik fontosak. 1990-ben döntött úgy az országgyűlés, hogy aki a tudományok, a műszaki alkotások, a kutatás, a gyógyítás, az oktatás terén példaértékű munkát végez, Széchenyi díjban részesíthető. Ez egyfajta tudományos tevékenységre bátorít. Tehát nem annyira elismerés, mint inkább bátorítás is. Egyházjogász vagyok, foglalkozom a hatályos egyházjoggal, ami az életnek nagyon szorosan a kísérője. Most például éppen a házassági perek újulnak meg Ferenc pápa rendelkezései nyomán. Március 15-én adják át a Magyar Érdemrend nagykeresztje és középkeresztje kitüntetéseket is. Ilyen elismerésben összesen 20-an részesültek, köztük Kassai Lajos lovasíjász, íjkészítő.